fordíthatjuk ezt ultimátumnak tulajdonképpen így a választások előtt, hát most már nem olyan sok idővel. Ugye kijött a hír most már néhány nappal ezelőtt, talán egy héttel is a Modern Városok program kapcsán, de ami igazán falsíros információ lehet, az a közlési határidő. Ultimátumnak lehet esetleg mondani, de lehet úgy is értelmezni, hogy nincs pénz, csak nem volt bátorsága kimondani a Fidesznek. Ultimátumként meg úgy lehet esetleg értelmezni, vagy úgy lehet erre úgy tekinteni, mint egy esetleges ultimátum, hogy a kampányban esetleg azt fogják kommunikálni majd a fideszesek, hogy ha a város nem úgy dönt, hogy a Fidesz nyerjen, és egyszínű legyen a kormánnyal a város vezetése, akkor bizony nem folytatódik majd, vagy akkor nem folytatják majd. De hát mit látunk, ugye, az elmúlt évekből? 2014-es történet, ugye, vagyis hát 2014-es választások után 2015 nyarán jelentette be Orbán Viktor és Dénes Sándor akkori polgármester ezt a Modern Városok programot, amiből hát tulajdonképpen nem nagyon valósult meg az elmúlt években szinte sok projekt. Egyedül a sportcsarnok az, ami Nagykanizsán ugye megvalósult, az összes többi projekt az áll, vagy amin jelen esetben éppen itt vagyunk, egy leendő konferencia központ és szálloda helyén, itt a volt 19-es udvar és a mögöttem lévő egykori nyomdaépület, itt ugye egy nagy konferencia központ és hotel létesült volna. Ebből a Modern Városok programból ebből semmi nem lett, olyannyira nem, hogy még a tervek sem készültek el, sőt el sem kezdték készíteni a terveket. Két darab tanulmány készült mindössze. Az egyik azt mondta, hogy megtérülő beruházás, a másik azt mondta, hogy nem megtérülő beruházás, úgyhogy itt aztán ezzel tovább lépés sem történt ezzel a projekttel, de sorolhatnám a többit is. Soroljuk is majd, de maradjunk még kicsit a mostani helyszínünknél. Ugye többször előkerült ez, hát mondhatom az elmúlt években a közgyűlésen, egyrészt a parkoló kérdése miatt, másrészt tovább gondolva, hogy nincs válasz a kormánytól, a területtel. A nyomda épület meg hát, hogy finoman fogalmazzak, nem egy túl szép képe a belvárosnak. Pontosan, tehát ha a nyomda épület az állaga folyamatosan romlik, ugye azt mondták nekünk folyamatosan, hogy nem nyúlhatunk hozzá a területhez, ezen nem csinálhatunk tulajdonképpen semmit, még majdnem, hogy azzal ellen is ágáltak, hogy itt parkolót egyáltalán lebontsuk, azokat a régi rossz állapotban lévő épületeket, és megnyissuk egy parkoló számára a város lakóinak, mert annyira kell az államnak ez az épület, hiszen az állami beruházásként valósulna meg, ugye, hát a korábban a nagyhírű BSMK nevű szervezet most, vagy BMSK nevű szervezet, most pedig már a minisztérium kötelékébe tartozik ennek a projektnek a kivitelezése, tehát a várostól is elvették ugye ezeket a projekteket, tehát tulajdonképpen nem is tudtunk vele semmit csinálni az elmúlt években, és itt áll, és itt tulajdonképpen egy nagyon értékes ingatlan a belvárosnak üresen és kihasználatlanul. Hát most a parkoló valamennyire kihasználja, tehát ez kifejezetten jó volt szerintem az elmúlt években. Látszik is, hogy elég sok autó áll, mert jelenleg is, de nyilván a hosszabb távú célja egy más típusú fejlesztés lenne. Tovább haladva, tulajdonképpen szó szerint is a délkeleti elkerülőn, azt hiszem megint egy olyan fejlesztés lenne, amit minden kanizsai támogathatna, és itt felhozhatnám akár a súlyos halálesetet is nem olyan régről. Az is áll, arról sincs válasz, és ott van még a talán kevésbé fontos, de hát nyilván az is bekerülő projekt a Modern Városokba, a Ferences Kolostor kérdése. Pontosan válasszuk szét a kettőt. A Ferences Kolostor esetében ugye amikor 2019-ben mi többségbe kerültünk az önkormányzatban, akkor ugye ott tartott a projekt, hogy egy lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás után voltunk, amit még az előző önkormányzat folytatott le. Itt ugye kiderült az, hogy ezen feltételes közbeszerzési eljárás esetén jóval több forrást igényel a projekt, mint amennyi rendelkezésre állt, mint több mint egy milliárd forinttal, ha jól emlékszem, többe került volna. Ezért aztán ráemelés történt, többek között itt erről a projektről került, a sportcsarnoknak az összege is erről a projektről került, erről a szállodaprojekt konferenciaközpontról került átemelésre, ugye ott 8,8-ról közel 15 milliárdra lett, itt pedig szintén 1-2 milliárdot, de azt hiszem, hogy 1 milliárdot mindenképpen rá kellett emelni a Ferences Kolostorra, de aztán megállt. Szintén
nem a város volt a felelős ennek, hanem állami szerv, majd aztán a minisztérium most már, azt teljes egészével is vették tőlünk azt a projektet, tehát mindenféle módon, tehát már csak rálátásunk sincsen, majd azt mondják, megcsinálják, aztán visszaadják nekünk üzemeltetésre, de most már azt se látnánk, hogy megcsinálják. A délkeleti elkerülő az annyiból más, hogy ugye az meg aztán végképp sose volt a városnál, az mindig az állami infrastruktúra beruházó társaságnál volt, a NIF ZRT-nél. Az ő felelősségük volt annak a projektnek, mivel állami közút, ennek a kivitelezése. Itt konkrétan le lett húzva ez a projekt, tehát ugye volt egy hosszú listája a minisztériumnak még az idei évben, ahol leírta, hogy melyik projekteket függeszti fel. Ezek között volt ugye a délkeleti elkerülőnek a tervezése is, tehát ott is még csak tervezési folyamatodunk, az se ért véget, tehát a tervezése is. És ezek után annyit tudunk róla, ez a hivatalosan megjelent, közlönyben megjelent kormányhatározat, vagy miniszteri válaszban is megjelent, bocsánat, tehát igazából az a pontos, mert a kormányhatározatot nem láttunk róla, esetleg olyan titkos lehet róla, de azt nem láttuk. De ugyanakkor van egy miniszteri válasz a polgármester úr felé állítólag, amit szintén nem láttunk, mert magát a levelet nem mutatta meg azóta sem, hogy kiemelt helyen kezelik, de hogy ez mit jelent pontosan a mai napig nem tudjuk, ami konkrétan le van írva az, hogy felfüggesztették. Az uszoda kapcsán Gondi Zoltánnal fogunk beszélgetni, de sumázva lát arra esélyt, hogy mondjuk jövő nyáron bármelyik említett projekt újra zöldjelzést kap, vagy inkább csak egy választások előtti húzás, hogy majd utána ismerjük be, hogy ezeknek vége. Hát ha a Fidesz kormánynak az eddigi ténykedéséből indulok ki, akkor ez valószínűleg annyit jelent, hogy ezeknek vége van, mint ahogy egyébként le is írta, hogy ezt a modern városok programot alapvetően befejezetnek tekinti innentől, tehát nem folytatja. Úgyhogy alapvetően onnan indulunk ki, hogy ezeknek a projekteknek vége van, aztán bármelyik projektnek a jogosultsága megalapozott lehet esetleg jövő nyárig, azt folytatják, mi azon leszünk, hogy igenis a legfontosabb projekt folytatódjanak. Szerintünk az úszoda és a délkeleti elkerülő mindenképpen ezek között kell, hogy legyen. A többiről tárgyalhatunk, vagy akár magánerős, magántőkés bevonással lehetne azokba tovább lépni, de ezen kettő projekt az mindenképpen szerintem kiemelt jelentősége a városnak. Nézzük meg a város úszodáját, hogy néz ki, mekkora, milyen feltételek állnak ott rendelkezésre, akár oktatásra, akár versenyzésre, akár szabadidő eltöltésre, de a délkeleti elkerülő pedig a belváros forgalmát csillapítaná, nyilvánvalóan jogos projekt.